Sziasztok, Fálán vagyok, és hát elnézést kérek, ami mindig nagyon náthás hangomért, de az igazság, hogy mindig nem sikerült teljesen meggyógyulnom, úgyhogy most kicsit ilyen náthásan fogok kommentálni. És a visszajelzés, amit meg fogunk nézni, az Latyatos 1994 által lett elkövetve, és a tank pedig az M4A3 E8-as, vagyis az Easy 8, és egy elképesztő jó meccs volt, és így gondoltam, hogy még a hangom ellenére is ezt meg kell, hogy csináljam. Úgyhogy azt hiszem, hogy csapjunk is bele a lecsóba, mert az Easy 8 már szerepelt a csatornán, és igazából sok mindent nem érdemes róla most egy elmondanom, talán csak az, hogy nagyon mozgékony tankról van szó, nagyon jó az ágyúsügyedése. Az ágyúj elég, hát mondjuk gyenge átütésben, mert csak 128-as 6. szinten és 115-ös sebzése, viszont nagyon gyorsan lő. És a jó ágyúsügyedésnek és a mozgékonyságnak köszönhetően nagyon jó ki lehet használni ezt az ágyút, tehát általában nem előről kell lövöldözni az ellenségre, hanem oldalról vagy hátulról remélhetőleg. Na most Latyatos kapásból, hogy ez kell egy közepes tankkal, tökös legényként előre megy, és mindjárt felveszi egy nagyon-nagyon előre tolt, nagyon agresszív pozíciót. Ami határozottan jó ötlet egyébként ezen a pályán, és mindig nagyon előre szoktam itt jönni, hogyha közepes tankkal vagyok. És hát az Easy 8 elég gyors ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni. Nem a leggyorsabb közepes tank, de épp elég gyors ahhoz, hogy ilyen ide lehessen érni. Oké, megérkeztünk, na most ez egy nagyon jó pozíció, akkor van gáz csak, hogyha az ellenfél már be tudott érni oda jobbra, ahova most Latyatos néz, oda a B2-es, B3-as szektorokba, mert akkor bizony oldalba tudnak bennünket kapni. És ott egy ARL V39-es, a kis puposunk, aki, vagy a kis nyalókánk, akinek a pupjába kapásból lövöldözi is Latyatos a lövedékeit. Ez picit fölé ment, azt hiszem. Eltűnt szem elől, de Latyatos úgy gondolja, hogy hát igen, az erre bizony lassú, nagy és puha, úgyhogy akár is találhatjuk. De azt hiszem, hogy ez most nem jött össze, visszavonult az ARL. Ezben 0-1 az állás. Ott egy ARL 44. KV-1-esünk épp csak megúszott egy nagyobb arti robbanást. Az ARL kap egyet az oldalába, meg még egyet, és bizony mögén kerültek. Ott van egy Hellcat a hátunk mögött, és már is sikerült beszedni egy 244-es gyors kiszámolás után. Jaj, lövést, és megúsztunk egy másik 244-es lövést, úgy tűnik, mert hogy levettük lánccal. Ez kicsit szerencsés volt. Ezért nagyon rossz az a helyzet, mert ha csak egy valaki bekerül oda a dombra mögénk, akkor bizony keresztűzbe kerülünk. Szóval Latyatos nem ijedt meg, hanem egyszerűen csak pozíciót vált. Kikerül a Hellcat látószögéből. Közben nagyon örül, hogy nem sikerült a második lövést a Hellcatnek elhelyeznie rajta. És ott egy AT-8-as. Kicsit jó páncélozott, viszont azon a nagy kupolán keresztül minden átmegy. Oké, 3-3, eddig teljesen oké minden. Az AT-8-as nagyon lassú, és igen jó helyen van ahhoz, hogy egy kicsit a kupolát megszurkáljuk. És ott az ARL megint. Szegény még nem tanult az előző esetből, úgy tűnik, hogy a Hellcatet megoldották, úgyhogy most ki tud jönni Latyatos újra. Az ARL megkapja mindjárt az oldalába. És ezért is ez egy teljesen használatlan tank szerintem, bármilyen jó is az átütése. Egyszerűen nem lehet vele élni. Oké. Latyatos nem akarja az AT-8-as oldalba lője, úgyhogy pozíciót vált, közben 4-4 az állás, mindig teljesen oké a helyzet. A másik oldalon viszont gyakorlatilag senki nem volt, úgyhogy egy KV-1-es már is áttört. És már 4-6 kapásból ennek hatására az állás, ami már közel sem annyira jó, mint az előbb, és az összes RT veszélyben van, az összes az azt jelenti, hogy egy konkrétan, az SU-122A, és az a bizonyos, hát, tétezzük, hogy AFK Matilda, aki a bázist védi. És semmi gond, mert Latyatos visszajön, és ott megy egy Hellcat, aki úgy tűnik, hogy alaptoronnyal van felszerelve. És már is kapja az oldalába a lövéseket. Az előző alkalommal a Hellcat megszivatott bennünket, most mi szivatjuk a Hellcatet egy kicsit. És meg is halt. 5-7, itt jött egy 85-ös. Latyatos nagyon ügyesen visszajött erre az oldalra, és pont egyesével a kis kacsák felsorakoznak elé az ellenfelek. Annyira az ártit akarják, hogy teljesen az oldalukat és hátukat mutatják Latyatosnak. És láthatjuk akcióban, hogy milyen elképesztő gyorsan lő az ágyuk. Lehet, hogy nem a legjobb átütésű, de nagyon-nagyon gyorsan tud tüzelni, és nagyon idegesítő az ellenfél számára. Közben nagyjából 1500 sebzést osztottunk ki, és 3 kill-je van Latyatosnak. 6-9 az állás, nagyon rosszul áll a csapat, ez az igazság. Egy másik Easy 8, ezt figyeljétek, ez nagyon buris lesz. Latyatos nagyon ügyesen csinálja ezt, kimegy, bum, egy lövés. Nagyon érzi ezt az ágyut. Még egy. És a másik ízéjét igazából nem tudja, most mit kell így csinálni. Ez valószínűleg egy arti lövés volt, vagy valami ilyesmi, amit pattant, és a másik ízéjét egy lövés nélkül gyakorlatilag meghalt. Most reméljük a KV-1-es kicsit mellé lő, hú, ez valószínűleg kicsit így megpörkölte a hajunkat. És oda az elejébe kéne egyet, úgy pont oda, bum. És megvolt. 8-10, 5 kill, 2065 sebzés, és úgy látszik, hogy sikerült megoldani ezt a frontot. Sajnos a másikon viszont nem sikerült még mindig áttörni.
Oké. Nagyot is úgy dönt, hogy bizony ő előre fog törni, remélhetőleg ennél többen már nem jöttek erre. Kicsit veszélyes a helyzet. Középen van egy Hellcat, aki spotolja az ellenfelet remélhetőleg, itt viszont viccelően nincs senki. És láthatjuk, hogy olyan 40-45 km per órával tud menni az Easy 8, ami hát nem a legnagyobb sebesség egy közepes tanktól, de azért bőven elég, hogy így végig száguldozhassunk a pályán. És hát itt van egy kacsa, szegény kis francia barátunk. Valószínűleg megugrod valamelyik medencéből, vagy esetleg kádból. És kb. Annyira hatékony egy tank ellen, mint egy ilyen fürdős kacsa. Meg is halt. Nem is tudom, mit keresett ő itt, egy 4-es, hát igen, ez bizony egy 4-es tank volt egy 6-os csatában. Egy ám viszont nem kellemes bekerülni egy 6-os csatába. Oké. 6 kill, 2345 sebzés. Tudjuk, hogy ez az oldal most már tényleg teljesen tiszta. Latyatos előre megy, a nagy gondot az jelenti, amikor át kell menni ott a hídon, remélhetőleg senki nem veszi észre. Oké, egyelőre minden csendes, a Hellcat is előre megy. Az ellenfelek általában ugye ott szoktak kempelgetni a bázis környéki dombon. Láthatjuk, hogy van ott egy Stug, meg egy BDR, miközben az át... Nem, bocsánat, azt hittem az AT-8-as lőtte ki Hellcatünket, de nem, hanem az Arti volt az. Ez a Hellcat viszont megy előre, és de jó, ég, atyavilág. Ott egy BDR, egy Marder, egy Nashorn, egy Arti, még valami esetleg, a Stugot még nem is láttuk, pedig ő is ott van. Fantasztikus. Az egész csapat, a meglévő maradék csapat még mindig ott kempel a bázisukon. És ha jól emlékszek, így van, Latyatos be is ír egy Jesus. És igen, azt hiszem, ez a legmegfelelőbb. Atya úristen, mit keresnek azok mind ott? És hogyan fogják ezt feltörni? Egy darab KV-1, egy VK-3601H, és Latyatos maradt a csapatából. 9-12 az állás, és az ellenség elég rendesen bevette magát a bázisára. Ha innen kimegy Latyatos, akkor azonnal keresztűzbe, illetve nem keresztűzbe, inkább ösztűzbe kerül. Úgyhogy valószínűleg meg kellene várni, míg a srácok ideérnek. A VK nagyjából fél életen van, a KV-t nem tudom, hogy milyen állapotban lehet most éppen. És hát némi páncélozottság nem árt majd ide. VK lassan ideér. És a VK megjegyzi, hogy hát igen, a bázisban vannak. Valóban, ezt láttuk. És Latyatos, aki egy nagyon bátor ember, bejelenti, hogy ő bizony kimegy, és ő meg fogja nézni őket. Közben kijön az a Marder, hogy megnézze, mi a helyzet. Hát ez a helyzet, hogy meghalt. Egy gonddal kevesebb. Szerintem a VK sem sebződött a dologban különösebben. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy jól emlékszem, amikor Latyatos meg is teszi azt, amit mondott, vagyis ő bizony hőségesen elmegy és spotol. Tehát ő nem az a tipikus játékos, hogy hú, nekem van 7 killem, és akkor most beállok és mesterlövészkedek, aztán majd lesz valami, esetleg draw lesz belőle. Nem, hanem ő szépen kiadja a parancsot mindenkinek, hogy figyeljetek, én ide fogok menni. És egyébként az a legjobb pozíció, amit most ilyenkor felvehetsz. Az egyetlen hely, ahonnan spotolhatja az ellenfelet, anélkül, hogy őt lőnék. Hátrébb megy, közben a VK felderítette a BDR-t. Ami valószínűleg azt jelenti, hogy a VK-t is látják. Oké. Ez aláment elég rendesen, de... A BDR pont erre nézett. Kicsit szoros a helyzet. Tudjuk, hogy sikerült eljutnunk ide oldalra. Itt azért némi fedezéket nyújt ez a kis domboldal. A probléma az lesz, amikor kimegy az mögött a kis kanyar mögött. Ha valaki erre néz, mondjuk valamelyik TD, akkor az fájdalmas lehet, főleg, hogyha Nashorn az nagyon nem szeretné, azt hiszem Latyatos. Kides egy pillanatra, és semmi. Ups, ott a Nashorn bizony, de nem erre néz, az jó. A szikla másik oldalán van, úgyhogy gyorsan át kell slisszanni. Csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja. És úgy tűnik, egyelőre nem is hallják. Ups, elvesztettünk egy VK-t. És meglátják Latyatost, illetve megérezték, vagy nem tudom. Ó, oh, igen, itt van a Stug, jól látta meg. Egy kapás lövés, sajnos nem találta el, kilőtték az egyik lövészünket, kapunk még egyet a hátunkba. A lövész meggyógyítva. Ó, oh, te jó Isten, itt egy BDR. Hú, ez a láncot találta el, a BDR kap egyet. Elmegyünk oldalra, és a BDR nem tudja fordítani a csövét. Ej, francia barátaink, hát mi akart ez lenni? Ez nem Mária, hogy ráugunk a gombára. Mi működik ez a játék. Szerintem csúcs volt egyébként az élet. Egy pillanatra ijesztő volt, ahogy jött ez a BDR, de aztán így szépen belállt a földbe.
mint ahogy a reményei is belálltak a földben, azt hiszem, hogy itt kill-t fog szerezni. Viszont a mi reményei sem állnak túl jól, mert ugye van 8 kill, meg 2626 sebzés, de már csak egy darab kb. 1 van és 227 HP-je van latyatosnak. Valahogy fel kell jutni arra a dombra. Na most a probléma az, hogy itt azért van két elég komoly TD, van egy Arti és egy elég jó AT8-as, aki valahol ott a D1-E1 szektorok környékén volt utoljára. Ezben bokolnak latyatosnak és joggal, mert ez tényleg nagyon ügyes volt eddig. És lassan megérkezik a KV-1. Másik szétlövik-e idefele? Viszont, hogy egyelőre nem. Egy pillanatra elnézünk arra felé, mit csinál. Majdnem full életem van. És mindenféle félelem nélkül szépen felgörül a dombra. Reméljük nem lövi hátba az AT8-as. Viszont latyadosnak ki kéne használni a... oké. Úgy tűnik, hogy ki is használja azt a zavarodottságot, amit itt a KV-1 okoz. Az elefél soraiban a Nászon kap egyet az oldalába, kettőt még ugye jó nagy oldala van. És úgy tűnik, hogy a KV-1 megoldotta. Ott az Arti újas tudnak 115 HP-je van, pont annyi, amennyire átlag sebzésünk. Ajaj, az Arti egyet mindenképp lőni fog. Júj. Most fog jönni, és nagyon mellé ment. Ja, hogy nem ment mellé, a KV-1-et ölte meg, hoppá! Oké, 3125, 9 kill. Au, kaptunk egyet a stuktól, és nem lőttünk átlag felett itt. De szerencsére a második lövés megoldotta. Hú, 86 HP, 10 kill, 3240 sebzés, és egy darab AT8-as van ellenünk. 3 perc 50 vissza a báz, illetve a meccsből, majdnem, vagy a bázisból azt mondtam. Ez már is sokkal jobban néz ki. Akár nyer, akár nem, azt hiszem latyatos megtette, amit megkövetelt a haza. És a csapata, illetve az NFL csapata is elég rendesen el van szállva tőle, és hát lássuk be tényleg joggal. Most kíváncsi vagyok, ennek az AT8-asnak meddig tart ide visszaérni. Szerintem kb. Azóta jön, mióta utoljára ott láttuk a DE1-ben. Muris, egyébként egy nagyon lassú tankról van szó. És Skandar 65 bejelenti, hogy AT8 technőc, és valóban így van. Már nem ő a technőc, hanem a Tortus, de az AT8 is nagyon hasonló. Latyatos pedig elég jogosan fél attól, hogy esetleg ide ér. Az AT8-as felét már befoglalta a bázisnak. Egyelőre semmi jel az ellenségnek. Még 42 másodpercet kell túlélni. De valami összetén én nem mernék gépelni a helyébe, mert hirtelen megjelenik az AT8. Bár mondjuk ez kicsit ilyen oximoron, mert egy AT8 nem tud hirtelen megjelenni. Az túl lassú. 75. Húha, már csak 24 másodperc kell. Ah, 17. Ó, és ott dölt egy fa. Ez bizony nagy hiba volt az AT8-as, hogy gyakorlatilag belentette, hogy jön. Vajon idejére állt, ami lassú, valószínűleg nem. Egyébként 92, már csak 7 másodperc van vissza. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, és itt az AT8-as kilóg egy kicsit, és itt jön, bum. És ezt a 11. kill. Alattomosan latyatos még az utolsót is leszette, miután bekeppelt a bázist, csak hogy teljes legyen a kép. 11 kill, 3286 sebzés, és azt hiszem, hogy egy igazi álmafutást láthatunk az M4A3E8-assal. Tehát nagyon-nagyon szuper tankról van szó, szóval máig gondolkozok rajta, hogy egyszer megveszem magamnak, ugyanis én ezt kihagytam annak idején a közepes tankjaimból, mert akkor még máshogy működtek a dolgok, és átléptem rajta, aztán a Jumbo felé mentem akkor. De szerintem egy olyan tank, amit igazán mindenki, aki szereti a közepes tankokat, valószínűleg az Easy 8-et szeretné, mert ez egy igazi tipikus közepes tank 6. szinten. Úgyhogy gratulálok Latyatosnak, szerintem nagyon-nagyon szuper meccs volt, és nagyon szórakoztató is. Hogyha nektek is tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogy máskor is lássatok ilyen jó meccseket, és hát természetesen lájkoljátok a videót, lájkoljátok a Facebook oldalt, és ne felejtsétek el, hogyha szeretnek felhanos pólót vagy sapkát, akkor a csatorna főoldalán, illetve a videók leírásában is megtaláljátok a linket, ahol el tudtok jutni a boltba, ahol meg tudjátok venni. Addig is, sziasztok!